Köszönöm szépen. Egy gyors pontosítás, hogy igazából nem a rendőrség iratanyag, hanem az igazsági minisztérium és a debreceni főügyészségnek a levelezéséből készült el az előadás. Ahogy Janka György is mondta, merénylet után viszonylag gyorsan megindult a nyomozás. Eleinte két irányba indult el maga az ügyészség. Az egyik értelemszerűen Csernovic volt, ahonnan a bomba érkezett, illetve a debreceni főügyészség az esetleges debreceni részlevőket igyekezett felderíteni. A bomba feladóival kapcsolatban természetesen eredetleg hátráltatta a nyomozást az a tény, hogy mindketten visszaszöktek viszonylag gyorsan Romániába. A Csernovici főügyészség jelentése szerint február 19-én már visszatértek Ickain keresztül Romániába, így az ő esetükben a kiadatási egyezmények értelmében a bűnvádi felelősségre vonás és az esetleges kiadatás esetén már azonnal diplomáciai segélyt kellett kérni. Eredetileg a külügyminisztérium értesítése szerint február 25-én két személyt tartóztattak le Romániába, az említett Silvio Mandasescu-t, illetve Teodor Ákomot. Viszont viszonylag gyorsan március 1-ére már kiderült, hogy a valóságban nem is ők voltak a csomagnak a feladói, hanem egy bizonyos Ilya Kataru, illetve egy Timofei Kirillov nevezetű úriember. Valóságban kiderült az, hogy ennek az előbb említett két letartóztató személynek a szerepe mindössze annyi volt a merényletben, hogy az ő útleveleiket tudtak Románia, illetve Bukovina között közlekedni a tényleges merénylők. Katarót és Kirillovot nem sikerült elfogni a román rendőrségnek, habár az eredetileg március 1-i iratások szerint még kétre tudták keríteni, viszont március 3-án már olyan pontosító jelentések érkeztek, miszerint idő előtt meg tudtak szökni a román hatóságok kezei elől. Valójában a említett két személy, Kataró és Kirillov szökésével kapcsolatban a román nyomozó szervek a csernovici kollégákat kezdték el eleinte, tehát a csernovici kollégákat hibáztatták eredetileg, arra hivatkozva, hogy viszonylag későn küldték meg, csupán február 25-én küldték meg a vonatkozó nyomozóleveleket, illetve bocsánat, az értesítést Bukarestbe, viszont a február 24-i híradásokban a két személy már név szerint szerepel, illetve maga nem ők, hanem a merénylet ténye már szerepelt az újságokban, emiatt a két személy viszonylag gyorsan meg tudta leszelni, hogy baj van, és el kellene illaniuk. Maga a csernovici ügyészség visszautasította ugyanezeket a vádakat, hiszen ők időben jelezték Bukarest felé azt, hogy itt időben elküldték Bukarest felé a megkereséseket, és ezek után pedig már Alexandru Corbescu-nak, a bukaresti rendőrprefektusnak muszáj volt pontosítani a korábban adott nyilatkozatát. Lényegében Corbescu továbbra is a csernovici ügyészséget akarta hibáztatni, viszont már hozzá kellett tenni, hogy itt sajnos a román rendőrség bizonyos bürokratikus lassúságai miatt igazából kicsit nehezen indult el a nyomozás. Amit tudunk Ilia Kataróról az, hogy március 8-án már nem tartózkodott Bukarestben, Poliesten keresztül, Poliest, Turcsa és Konstancán keresztül szökött meg az országból, március 9-én pedig már Alexandriában tűnt föl, március 9 és 11-e között pedig nem máshol, mint az alexandriai román kereskedelmi attasé Ionescu kereskedelmi attasé lakásán bujkált. Ugye az ügyben ide kiküldött detektív Nagy Károly március 17-i jelentései alapján meglehetősen, tehát diplomáciailag is szóvá kellett volna tenni az érintett attasénak. Az érintett attasé szerepét, ugyanis március 11-én még mint román állampolgárra hivatkozva fogadta be magához Katarót, majd március 11-i szökését követően pedig már arra hivatkozott, hogy valóságban nem román állampolgár, úgyhogy innentől kezdve az ő felelősségét tovább ne tiltassák ebben az ügyben. Emellett problémát jelentett még az is Alexandriában, hogy idő előtt, a március 14-én, mikor megérkezett az egyiptomi osztrák-magyar konzulátuson keresztül, megérkeztek a nyomozólevelek, addigra már Kataró ezt idő előtt megbeszélte, és így el tudott illani.
Így az, ahogy Nagy Károly fogalmazott, az alexandriai rendőrségnek a román konzulra szemben való különös közlékenységére enged következtetni az a tény, hogy Katarov aznap délután szökött meg, amikor megkapták a rendőrök az utasítást az elfogására. Ezek a problémák már alapvetően a román nyomozó szerveknek egy meglehetősen kérdéses szerepét mutatják be, de ezt még tegyük hozzá, hogy alapvetően egy külön Bukarestre kiküldött államrendőrségi detektívné szerint Kalmár Hugó is hasonló problémákkal küzdött folyamatosan. Míg a román kollégák ebben mindenben segítséget ígértek az adott tettesek felkutatásához, addig viszont megtiltották neki azt, hogy közvetlenül kapcsolatot tartson fel a budapesti magyar államrendőrséggel. Ugye természetesen Kalmár ezt valamilyen utómódon megoldott, egy innentől kezdve álnéven küldött levelet a szintén álnéven szereplő főkapitánynak. De nem csak ez volt az egyetlen probléma, ezt tegyük hozzá a román rendőrségnek, a román rendőrség és nyomozó szervek hozzáállásával, hanem a két említett úriember, akiknek az útlevélével közlekedett a két valódi merénylő, ezek körül is voltak problémák. Ugye Ábrám és Vandaszeszkúnak a letartóztatását már időben kérvényezte a debreceni főügyészség, viszont az volt a helyzet, hogy az első nyomozólevelek kiadásakor még igazából nem tudták, hogy arra ténylegesen ki is a merénylő, hiszen arra csak március 1-én terült fény. Ugye az első február 25-i megkeresésben még az szerepelt, hogy a debreceni merénylet elkövetői és név szerint felsorolva Mandaszeszkú, illetve Ábrám, őket szeretnék a kézre keríteni a román rendőrség. A román rendőrség ugyan eleget tett ennek, viszont kiderült az, hogy igazából nem ők a merénylők. Ennek köszönhetően viszont fönnállt egy diplomáci egy probléma, miszerint az, hogy a debreceni főügyészség úgy gondolta, hogy mivel ők a tényleges merénylőket szeretnék kézre keríteni, ők úgy értelmezték, hogy a nyomozólevél az továbbra is él, és még szerint név szerint Ilija Katarov és Timofej Kirillov ellen. Ezzel szemben a román rendőrség azzal, hogy februárban sikerült elfogni már szinte azonnal a két említett úriembert, maga részéről pontot kívánt venni az ügy végére, és lényegében február végétől kezdve nem is igazán óhajtott ezzel a problémával a továbbiakban foglalkozni. A négy felsorolt férfi szereplő kívül még azért meg kell említeni a merénylet női szereplőit is. Ugye, ahogy Janka György is mondta, február 21-én érkezett egy Kovács Anna álnévvel egy levél, amelyben ugye pénzt, csillárt, gyertyatartott, leopárbört tartalmazó csomag érkezéséről adott hírt Miklós püspöknek. A merénylet után a debreceni szerbek látókörébe került ugye egy Kijevben élő artista Bugarszky Katalin, ugye a kérdéses időben Debrecenben tartózkodott. Nyomozó szervek véleménye szerint részben ő elvégezhetett egyfajta terepszemlét, illetve az esetleges a merénylet sikerét is ellenőrizte. A probléma itt az, hogy amint kiderült az, hogy Bugarszkyt keresi, önként jelentkezett a kijevi osztrák-magyar konzulátuson vallomást tenni, és mint kiderült utólag nem is lehetett sok köze a merénylethez, hiszen egyrészt a terepszemlét már a két illető úriember elvégezte 1914. januárjában, másrészt pedig Bugarszky már február 22-én távozott is Debrecenből, tehát igazából terepszemlét, illetve pontosabban a merénylet végrehajtását ellenőrizik, nem igazán tudta. Bugarszkyról még említsük meg, hogy végül csak június 24-én érkezett újra Debrecenbe, ekkor a főügyészségen tisztázni tudta magát teljes mértékben, és a főügyészség innentől kezdve el is ejtette ellene minden vádat. Az, hogy kiket takart valóságban ez a Kovács Anna név, ez végül is a brassói határszőrű rendőrkapitányságnak a nyomozásaiból tudjuk meg. 1913. szeptember 27-én már történt Brassóban egy robbantás, mégpedig a millennium tiszteletére fölállított Czenki emlékoszlopot próbálta meg két úriember fölrobbantani. És ekkor derült ki az a debreceni merényletet követően, hogy valójában a két elkövető Kirillov és Katarov állt e mögött is. A brassói határszőrű rendőrkapitányság részben ebből az ügyből is kifolyólag viszonylag gyorsan föl tudta deríteni azt a tényt, hogy Katarov az említett brassói robbantás idején az akkor Brassóban élő szeretőjénél tartózkodott, illetve hogy meglátogatta.
egy bizonyos Salamon Mariska nevezetű, szintén artista nőt, és utána ez a nő, tegyük hozzá, hogy a brassói robbantás után Bukarestbe költözött, nagyanyjával együtt. Viszont az ott élő anyjánál a brassói szervek házkutatást tartottak, és olyan kompromittáló leveleket találtak végül is, amelyek teljesen egyértelműsítették azt, hogy valójában ennek a könyvnek lehet köze ez az egész merénylethez. Innentől kezdve viszonylag egyszerű volt, hiszen maga a debreceni főügyészség gyorsan ki is adta március 10-én az elfogadó parancsokat Rémes Salamon Mariska, illetve nagyanyjának Szinepusta Ábrámnak a nevére, őket a bukaresti rendőrség pedig viszonylag gyorsan be is tudta gyűjteni. Ugyan a nő vallomásában azt mondta, hogy tényleg ő írta a levelet, és hogy elméletileg, illetve pontosan teljesen jó hiszeműen cselekedett, nem tudta, hogy ennek mi a célja. A debreceni főügyészség azért, tehát a debreceni főügyészség ezzel nem értette egyet ezzel a védekezéssel. Hozzátették, hogy ebben az esetben valószínűsíthető volt az, hogy ő már a készülő merényletnek a tudatában írhatta meg a levelet, így nem csak bűnsegédi bűnrészességgel, hanem három emberi gyilkossággal is megkívánták vádolni. A hölgyek szerepének tisztázása után néhány józásszerű problémára szeretnék rávilágítani, mégpedig azt, hogy már magában nyomozás kezdetekor illetékesség és kompetencia problémát álltak fel a monarchia különböző nyomozószervei között. Az volt a probléma, hogy a debreceni főügyészség, a cserlovici főügyészség és velük párhuzamosan még a budapesti magyar államrendőrség nyomozott, sokszor nem teljesen összekoordinálva hajtották végre ezeket a nyomozásokat. A debreceni főügyészség számtalan esetben panaszkodott arra az igazságügyi minisztériumnál, hogy a Csernovici főügyészség teljesen úgy intézkedik, minthogyha ez az egész bűneset az valójában Csernovicban és nem Debrecenben történt volna. Hozzátették, hogy igaz ugyan, hogy Csernovicban adták fel a pokolgépet, de effektíve a három rendőri gyilkosság az a valóságban Debrecenben ment végbe, így mindenképpen a Debrecen tekinthető ebben az ügyben illetékesnek. Hozzátették, hogy a magyar bírói joggyakorlatot figyelembe véve a területileg illetékes bíróság az, ahol a merénylet eredményesen végbe ment. Viszont mert azt a megengedő kitételt hozzátették, hogyha esetleg úgy fogják föl Csernovicban is, bűncselekmény történt, akkor is Debrecen tekinthető illetékesnek, hiszen a legelső megkeresések már Debrecenből indultak ki. Ugye ennek ellenére a debreceni főügyészség teljesen háttérbe szorult, és természetesen tegyük hozzá, hogy talán nem is véletlenül, hiszen az érdemi nyomok Csernovicban voltak fölkutathatóan, illetve a magyar államrendőrségben Romániában. Ugye emiatt több panaszt is emelt mind így Ártó Sándor főügyész helyettet, a főügyész, Mindkeserbe Vajonos főügyész helyettes és Gárdi Bálint ügyész is. A problémát még az is jelentett, hogy a csernovici szervek, illetve a magyar államos rendőrség többször megkeresés után sem osztott meg túl sok információt a debreceni főügyészséggel, valamennyi esetben Budapestnek jelentettek, illetve a bukaresti nyomozószervek is mindig Csernovicccal álltak összekötetésbe, és sohasem Debrecennek. Emiatt a debreceni főügyészség nehezen tudta összehangolni a megfelelő a tevékenységét és a megfelelő törvényi keretét az egész nyomozásnak biztosítani, pontosan amiatt, hogy sokszor késve értesült dolgokról is nem egy esetben már a hírlapi beszámolókból előbb tudta bizonyos fejleményeket, mint ahogy arról ők hivatalosan kaptak volna értesítést. Erre válaszolva természetesen az igazságügyi minisztérium hozzátette azt is, hogy ugyan a debreceni főügyészségnek sokban igaza van, viszont a probléma az, hogy az osztrák jogi gyakorlat szerint viszont Csernovicban történt effektíve merénylet, hiszen a két tettes tevőlegesen csupán a csernovici főpostáig tudta az eseményeket kontrollálni, onnantól kezdve pedig, hogy ez a bomba ténylegesen célba ér és ténylegesen föl is robban, onnantól kezdve ez már nem rajtuk múlott. Ugye ebből kifolyólag viszont az is kérdéses volt, hogy egyáltalán ha bármelyik merénylet tettes társat, vagy bármelyiket Magyarország, illetve pontosan az osztrák-magyar monarchia területén bíróság elé állítják, ki ítélkezhet felettük, hiszen az osztrák bírói gyakorlat szerint egy osztrák bíróságnak, a magyar bírói gyakorlat szerint egy magyar bíróságnak kellett volna fölötte ítélkezni. Ugye ennek pedig a legvalószínűbb esete az lett volna, hogy ahol a két tettes először a monarchia földjére lép, valószínűleg az a bíróság fog fölötte ítélkezni. Ugye
A Debrecen kérte ebben az esetben, hogy valamilyen szinten központosítsák a nyomozást, amire végül is az igazságügyi minisztérium nemmel válaszolt, hiszen az igazságügyi minisztérium volt végül is az egésznek a koordináló feje, minden jelentés hozzájutott, és részben természetesen, mivel a külügyminisztérium is kapcsolatot kellett tartani, emiatt ez a fajta a Debrecen által kért központosítás nem volt egyszerű létrehozni. Tegyük hozzá, hogy az illetékességen túl még egy hatalmas problémát jelentett a kiadatás kérdése, itt pontosabban már a diplomáciai kérdése, a jogsegélyi ügyek. Mint említettem volt, márciusban már megérkeztek azok a kérvények, amelyek részben a négy letartóztatott személlyel kapcsolatosak voltak. Mivel Szinept Ábrámról, illetve Salomon Mariskáról valószínűsíthető volt, hogy magyar állampolgárok, hiszen mindketten magyarországi származásúak voltak, emiatt az ügyészség mindenképpen szeretett volna elérni a kiadatásukat. Teodor Ábrámról nem tudták megállapítani, hogy milyen állampolgárság volt, a legnagyobb valószínűség az volt, hogy ő eredetileg egy Oroszországból származó bérkocsis, de erre nem voltak bizonyosak. Egyedül Silvio Mandaseszkúról tudták biztosan megmondani a négy elfogott személy közül, hogy ténylegesen román állampolgár. A romániai jogsegély ugye márciusban már megkapta Bukarest a kérvényeket, de viszont nem igazán haladt előre ez az ügy. Emiatt április közepén az igazságügyi minisztérium jelezte is a külügyminisztériumnak, hogy nem igazán tud semmit az ügyek állásáról és felvilágosítást kért. A külügyminisztérium már májusban azt az értesítést adta, hogy a bukaresti követséget már értesítették, hogy a román kormánynál valamilyen módon járjon közben a négy bűnsegéd kiadatásánál. Hozzátették azt, hogy májusra a Mandaseszkút már elbocsájtották a vizsgálati fogságból, hiszen ellene csupán az útlevelének átadása kapcsán óhajtanak maximum vizsgálatot indítani. Másrészt Mandaseszkúról le is kellett tegyen a debreceni főügyészség az ő bíróság elé állításáról, hiszen az 1902/11-es törvény, ami a Magyarország és Románia, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia közötti kiadatási egyezményt ratifikálta, külön kiemelte azt, hogy saját honos állampolgárát egy állam se adhatja ki, ha egy harmadik országnak az állampolgárát természetesen elvben kiadhatta. A probléma viszont az volt, hogy a külügy értesítése szerint a másik három személlyel kapcsolatban román hivatalos közlések szerint az Osztrák-Magyar Monarchia az utóbb említett három illetővel szemben, tehát azok, akikről nem lehetett biztosan körülményesek román állampolgárok-e, kiadatását igen megkérte a debreceni főügyészség, viszont nem állapították még meg állampolgárságukat. Ugye a román állam ezen hivatkozása az meglehetősen furcsának hat, hiszen itt a probléma az, hogy a kiadatási egyezmény definitívan csak és kizárólag azt a tényt rögzít, hogy saját honos nem adhatnak ki. Abban az esetben, ha az adott megkeresésben benne szerepel az, hogy valamilyen módon bizonyítani tudják azt, hogy milyen honos az illető, onnantól kezdve a kiadatás elé nem lehet elvenni akadályt gördíteni. A külügyész és az igazságügyi minisztérium is külön kiemelte, hogy a románok eljárása a különösen a két illető nő esetében meglehetősen problémás, hiszen mind a kettő esetében tisztázták a diplomáciai megkeresésekben azt, hogy magyar állampolgárok, innentől kezdve elég nagy jogi nonsens azt kérni, hogy a magyar állam, vagy a magyar nő azt bizonyítsa, hogy nem román állampolgár. Erre hivatkozva ugyan a két letartóztatott nőt még bent tartotta egy darabig a román hatóság, viszont kiadni nem óhajtották őket. Másik jelentős probléma volt az, hogy 14. szeptember-októberében már olyan értesítések érkeztek a külügyminisztériumtól, hogy a román hatóságok a vizsgálati fogság 6 hónapos idejének lejárta után tervezik valamennyi érintett szereplőt szabadlábra helyezni, hiszen a főtettesek távolléte és a bizonyítékok hiánya miatt nem lehet megállapítani, hogy a nevezettek tervére rótt bűncselekmény a kiadatási szerződés alá esik. Meglehetősen jó kérdés, hogy ez ugyanis mit jelent.
Az említett 1902-es kiadatási egyezménynek van még egy igen fontos kikötése, ami szerint politikai bűnesetek és vétségekre nem vonatkozik, egyetlen állam sem ad ki politikai büntettekkel vádolt embert egy másik államnak. Ezt tegyük hozzá, hogy ez az általános jogi, nemzetközi jogi gyakorlatnak a része volt. A probléma az, hogy a Hajdúdor püspökség alapítása körül polémiák miatt az egész merényletre egy igen nehéz időszakba került sor, és magát a merényletet igen nehéz volt, bizonyos szempontból igen nehéz volt egy szimpla köztörvényes bűncselekménynek minősíteni, hiszen azért elég nyilvánvalóan voltak mögötte bizonyos politikai szálak. Viszont az említett, a kiadatási egyezmény említett pontja miatt nem tehette meg a főügyészség azt, hogy bármiféle módon egyetlen politikai ügyként kezeli, szigorúan csak és kizárólag köztörvényes büntetként kezelhette ezt az ügyet. A román hatóság pedig vélhetően arra próbáltak játszani ezzel, hogy a főtettesek távollétekben nem állapítható meg ez a kérdés, hogy az illetők kiadhatóak-e, vagy egészen egyszerűen politikainak minősítik az ügyet, innentől kezdve pedig magát az egész kiadatási procedúrát meg tudják akadályozni. Végül 14 októberére ugye nem csak tettesek utáni nyomozás, ami gyakorlatilag áprilisban már megállt, áprilistól kezdve már nem is igazán találták nyomukat a két főtettesnek, ha már rengeteg különböző feljelentés érkezett Európa különböző helyéről, de maga a diplomáciai jogsegéd ügye is lényegében teljesen egészében ellehetetlenítette a nyomozást, és ugye hát a román félelemben meglehetősen tevékeny szerepet játszott. Még nagyon röviden ki kell térni arra, hogy ebben a helyzetben természetesen Oroszország ugye miként reagált. A probléma az, hogy maga a két fő merénylőnk, ugye Timofej Kirillovról tudják, hogy orosz származású volt, viszont Ilja Katerovról ez kicsit nehézkesen mondható el. Annyit tudunk, hogy beszarábiai származású az illető, viszont ugye etnikailag valószínűleg román volt, ha már elvben orosz alatthaló, viszont elég régóta jött ahhoz Bukarestbe, hogy elvben akár román állampolgár is lehetett volna. Egy feljelentés ugye tudni vélte azt 1914 áprilisában, hogy ez a két illető Szentpéterváron tartózkodik, ez természetesen ez nem volt igaz, hiszen Katalógonnak a szökési irányába ez nem tartozott bele, hiszen innentől kezdve a valóságban Egyiptom után már feltételezhető Indián és Ausztráliában, illetve Új-Kaledóniában húzta meg magát 1916-ig. Kirillovról meg igazából semmit nem tudunk, tehát ez nem valószínűsíthető, viszont mégis egy jogsegélyi kérelmet azért az Osztrák-Magyar Külügyminisztérium elindított Szentpétervár felé is, de nem csak az ő esetében, hanem Bukarszki Katalin kikérdezése esetében is eltesztette. Bukarszki ezért csak ülésbe tudta magát egyébként tisztázni, hiszen ekkor tehát emiatt is csak júniusban tudta magát tisztázni. Ugye maga az orosz fél márciusban definitíve visszautasította az osztrák-magyar monarchia megkeresését, pontosan amiatt, mert egyértelműen között, hogy nem esik a büntet kiadatás hatája alá, ugyanis politikai jelleg. Gyakorlatilag arra kérte magát az igazságügyi minisztériumot, illetve a külügyminisztérium keresztül az igazságügyi minisztériumot, hogy arról adjon be számottevő bizonyítékokat, hogy nem politikai jellegű volt ez a merénylet, ami tegyük hozzá, ez a legteljesebb jogi nonsens is volt, és magának a nemzetközi jognak is egy teljes aláásása, hiszen a jognak az elve, amit úgy hívnak, hogy affirmat inquiri probatio, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindig a tény fennforgását állítónak kell bizonyítani a maga igazát, hiszen negatívumot nem tudnak igazi bizonyítani. Emiatt 14 áprilisában az orosz jogsegély is teljes mértékben megállt, magának Bukarszkinak a kihallgatta, vizsgálatbírói kihallgatását sem engedélyezték, így ő csak személyesen júniusban tudta magát Debrecenbe tisztázni. Ugye, mivel nagyon sokan, illetve nem nagyon sokan, hanem fogalmazunk úgy, hogy maga a merénylet megszervezése körül jó, nem tartható kizártnak, hogy mind az okranának, mind a szigurancának volt valamilyen fajta szerepe, emiatt talán az orosz megkeresés sem állhatott egy röviden bemutatni. Végül talán annyit, hogy maga a debreceni merénylék utáni nyomozás az valóságban nagyjából 1915-ig még folyt, de érdemi eredmény nélkül. 1915-ben pedig egy hirtelen, 15-el első felében hirtelen a külügyminisztériumnak élőgyércéke alapján le kellett zárni a teljes nyomozást. A külügyminisztérium meglehetősen rövid indoklásában mindössze annyi szerepelt, hogy a fennforgó politikai viszonyok miatt ez Ilja Katerov ügyének bolygatása továbbiakban nem ajánlott.
Ez lényegében mit jelentett, ahogy már Végső Tamás is utalt rá, Romániának magyar, az osztrák-magyar oldalon való háborúba lépése, vagy esetleg is újindulatos semlegessége miatt az ügy egész felderítése megakadt 1915-ben, eddigre véget kellett ennek vetni, végül is az, hogy a tetteseket bíróság elé tudják citálni, akár Magyarországon, akár Ausztriában, ez végül is a háborús diplomáciának vált így az áldozatának.